Influenza járvány nincsen. A szokásos vírusos megbetegedések azok vannak, különösebben a fiatalabb korosztály körében, de ugye a COVID, a különféle vírusfajták azok előfordulnak, de ez még nem öltött járványszerű állapotokat. És várható-e, hogy a későbbiekben majd járvány fog kialakulni a következő hónapokban? Hát ez nem kizárt, mert inkább a járványnak a időszaka január vége, február eleje, akkor szokott tetőzni a járvány, de nem tartom valószínűleg, hogy most már nagyobb járvány kialakulna. Hogyan lehet megelőzni a megbetegedést? Hát az oltással, az az alapvető, és tulajdonképpen vitaminok szedésével, szájkendő használata, kerülése a tömegnek, ez a megelőzés. Azt el kell mondanom, hogy azért a mostani időszakban olyan magas lázas megbetegedésekkel nem találkoztam. Azt tudomásul kell venni, hogy a COVID itt maradt közöttünk, és olyan lesz, mint az influenza, tehát egy lebutított állapotban jelentkeznek ezek a COVID fertőzések is. Terápiás vonatkozásban nincsen különbség. Tehát antibiotikumot nem adunk, tüneti terápia, vitamin kérdése, ez meg bőfolyadék pihenés mellett ez a terápiás megoldás. És mit lehet tenni akkor, hogyha valaki a közvetlen környezetünkben beteg lesz, akkor mit tehetünk, hogy ne kapjuk el? Hát keveset tehetünk, különösen, hogy egy légtérben vagyunk, mert az eléggé fertőző, de akkor meg kell próbálni esetleg egy bizonyos fokú elkülönni, és szájkendő használatát, vitaminokat, de alapvető megelőzés az influenza oltás. Most mennyi influenza fertőzöttet tapasztalnak a gyerekek körében? Egyre inkább kezd nőni a influenza fertőzések aránya a megbetegedések között, mert idáig azért olyan nagyon vegyes volt a kép. Most, amióta visszamentek a gyerekek közösségekbe, tehát a téli szünetet követően, azt vettem észre, hogy a influenza fertőzés az, ami inkább dominál. Természetesen van most is koronavírus fertőzés is, illetve találkozunk RS-vírus fertőzéssel is, meg bakteriális fertőzésekkel is, de azért a fertőzések zömét úgy gondolom, hogy az influenza adja most jelenleg, legalábbis az én körzetemben, a gyermekek körében. Beszélhetünk most járványról? Igen, igen, hát ez azért már járvány, jócskán ez látszik, nagyon megnőtt a megbetegedések száma. Hát az előző hónapokhoz képest azért sokkal több beteg van. Milyen tünetekre kell figyelni? Sokan jönnek már magas lázzal, végtagfájdalommal, hasi fájdalommal, hát a nátha köhögés, ez is jellemző. Mit lehet tenni a megelőzés érdekében? Hát az influenza járványnak a megelőzése egyértelműen a védőoltás beadatása, és hát én úgy gondolom, hogy ez még mindig nem késő, tehát aki igényli, nálunk is áll rendelkezésre ingyenes védőoltás. De a gyerekek az iskolákban és az óvodákban azért zárt közösségekben vannak. Mit tehetnek ott, hogyha azért nyilván valaki bemegy betegen, náthásan, ott mit lehet tenni a megelőzés érdekében? Hát amint mondta, hogy azért bemennek betegen, náthásan, hát aki lázas, az azért semmiképpen ne menjen, tehát beteg gyereket ne vigyenek közösségbe, ezt azért most is nagyon szeretném kihangsúlyozni. És a koronavírus járvány ideje alatt azért elég sokszor unásig hallottuk, hogy a nátha, köhögés, tüsszentés az azért zsebkendőbe történjen. Ha éppen nincs kéznél zsebkendő, akkor a könyökhajlatba történjen. Hát a zsebkendők eldobása, a papír zsebkendőkre gondolok, az a hulladékgyűjtőkbe történjen, ne szanaszéjjel a helyiségben. Hogyan lehet azt megkülönböztetni, hogy most a felső légúti betegségekről beszélünk, hogy influenza, vagy mondjuk csak egy egyszerű megfázás van a hátterében? Az influenza az azért magas lázzal jár, végtagfájdalommal,
fájdalommal, rossz közérzettel, és ugye a hiedelemmel ellentétben az influenza az nem náthás betegség. Legalábbis kezdetben nem nátha köhögéssel indul. Utána, amikor már tehát a betegség zajlik, lehet köhögés, nátha a tünete, de először mindig láz. Láz, fejfájás, végtagfájdalom, ezek a tünetek, és utána azért a nátha köhögés, és általában azért, akinek nincs láza, az nem influenza, az egyszerű egyéb náthás megbetegedés.